2024-ben használatba vehetik Bicskén a Lajtász Kulturális Központot a környéken élők, hiszen a Fejérvár megyei kormányhivatal mindent rendben talált a kivitelezéssel kapcsolatban, és az év első napján az engedélyt is megadta. Ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót Tesszeli Zoltán országgyűlési képviselő és a Bicske Torna Klub elnöke szombaton, aki elmondta, a közel 1200 négyzetméter alapterületű épület a terület és településfejlesztési operatív program és a Pannonia szíve program támogatásával épülhetett meg, melyben a létesítmény névadójáról Lajta László zeneszerző és néprajzkutató életét bemutató interaktív kiállítás, a hazai táncházmozgalom történetét, valamint a bicskei fehérhímzés bemutató fotókiállítást tekinthetnek meg a látogatók. Nagyon hosszú folyamatnak a lezárása, ami tulajdonképpen megnyitja a lehetőségét annak, hogy ténylegesen elindulhasson egy próbaüzem, hogy ez alatt a próbaüzem alatt kitalálhassuk azt, hogy hogyan fogjuk üzemeltetni a házat, és hogy eljuthassunk vélhetően tél végére, tavasz elejére odáig, hogy a hivatalos átadó is megtörténhessen. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a kulturális központtal szeretnék a város és a térség turisztikai, illetve kulturális életét felpezsdíteni. Az épület együttes fenntarthatósága érdekében egy egyedülálló koncertterem is létrejött, illetve filmzenei hangmérnöki képzést is indítanak. Szeretnénk, hogyha a nemzetközi filmiparban a képzési feladatokhoz is hozzá tudnánk járulni, elsősorban filmzenei hangmérnök képzéssel. Azt tudni kell, hogy a Dorosmai Péterféle TomTom stúdióval fogunk ezen együtt dolgozni, tehát azt gondolom, hogy minden adott lesz ahhoz, hogy itt egy világszínvonalú filmes utómunka stúdió komplexum alakuljon ki. Az eredeti épülethez hozzáépített új részben kiszolgáló helységek, fogadótér, előadóterem is helyet kapott, valamint fedett nyitott rendezvényteret, sétálót, belső parkolót és egy interaktív játszóteret is létrehoztak a kivitelezők.